Nagy szeretettel köszöntöm a VNTV nézőit, önök az FVQ aktuális adását látják. Kedves vendégem Rávik János úr, Szerbusz János. Köszönöm a megkívást. A mai boxmencsünknek a címe a Bankár Pucs a világ ellen címmel szól, tehát már látjuk, ledőltek a paravánok és érzékeljük, hogy egy központi hatalom a világ teljes hatalmi uralmára tör, és ehhez mi csak egyelőre úgy néz ki, hogy Magyarország-Európa szinten csak asszisztálunk, és Mindenféleképpen kellene már egy olyan újfajta szemlélet, egy olyan összefogás, ami ennek véget vett, és új szelek jönnek el az életünkben. Ma a világ gondolkodó lakossága, népessége tökéletesen látja a helyzetet. Látja, hogy ki irányítja a világgazdaságot, látja a bankárok motivációját. Ez egy zseniális nép, aki ilyen szempontból irányítja a világ. Az Ó testamentumról beszélve mondtad, hogy hogy az egész Ótestamentum, ezt tudjuk, hogy a Isten a gyilkolás, öldöklés ez az gondolatisága. Az most mi van akkor, hogyha ez az egész dolog, ami most itt kiteljesedett, és a világ ö, a pénz rabszolgasságában szenved, és fuldoklik, és haldoklik? Amikor ez a haragbo Istenség győz, mi lesz az emberiség sorsa? Avagy. Amit láttunk a történelem során, általában az emberek azért utolsó pillanatban hogy mit játszanak velük és akkor mindig nagyon csúnya vége van a dolognak. Szerinted van-e annyi önmérséklet és erő ebbe az emberiségben, itt ma 2013-ban, hogy fölülemelkedjen és látja, hogy mit művelnek vele és megfordítsuk a világsorsát? Mert ez, amiről te itt beszéltél, az Ótestamentumi gondolkodásmód, ez nagyon csúnya véget ér ebben a történelmi időszakban is amit nem biztos, hogy a Föld túlél. Ennyi fegyverrel, ennyi haraggal, indulattal, ami egyszerűen csak a, a pénz mannonjának a fölértékelése okozott. Mert az ember nem ennyire hülye, hogy ennyire a pénzet imádja, hogy ezeknek a bankoknak, ezeknek az embereknek nem lenne ekkora hatalma fölöttük. És ők mindig az emberi sóvárgást, az emberi hatalomvágyat lovagolták meg eladtuk a lelkünket mindig uzsoráért, így van, mert tudtuk, amikor fölveszük az államkölcsönt, az egyéni otthoni kölcsönöket, hogy az uzsora kamat, kamatjának a kamatját soha nem tudjuk visszafizetni. A végén elveszítjük még az őseink vagyonát is, már nem a milyen, hanem a bankároké. Hogy lehet ezt a folyamatot szerinted megállítani, illetve van-e olyan értelmes gondolkodó közösség, aki végre valami konszenzusra tud jutni, és nem engedi, hogy világháborúba torkoljon ez a világ? Mert világ mindig a következménye, amikor a zsidóság óriási hatalomra teszelt, amikor minden az övéké már, akkor jön egy diktátor valahol, ugye van itt egy pénzügyi diktátor, mert ez is egy diktátor, amit csinál, jön a másik, aki föl, a népet, nem biztos, hogy pont erről az oldalról nem finanszírozzák, és világ sorozata az emberiség történelme, mint az Ótestamentum. Mikor jön el az Új Testamentum, a, szeretőisten, a boldogságban együtt élünk fogalma, mert, mert ami előtt most állunk, az nem jobb, mint száz évvel ezelőtt. Hogy, hogy, látod ezt a, ezt a kérdést? Jézus euh, tanításai jelentik a megoldást olyan értelemben, hogy ő hozzá kell visszamenni, és onnan kell kiindulni. Persze, ma már változott a világ, euh, tovább kell menni a Jézus úton. Ennek az a lényege, a két aranyszabály, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat, és csak azt tedd a fele barátodnak, amit elvársz tőle, hogy veled tegyen. Na most, Jézus ugye azt hirdette, hogy az én országom nem e világról való, és az én királyságom fővárosa nem a földi Jeruzsálem, hanem a mennyei Jeruzsálem. És ő azt hirdette, hogy gazdagnak lenni, az egyáltalán nem érdem, és a gazdagoknak sokkal nehezebb a mennyek országába jutni, hiszen elmondta, hogy hogy könnyebb egy tevének átmenni a tű fokán, mint, mint a gazdagnak üdvözölni. És ő a tanítványait és az ő követőinek is azt mondta, hogy hagyjátok a vagyont, és, és vállaljátok föl azokat az értékeket és azokat a, a célokat, amelyek, amelyek egy igazi kereszténynek a. a, a a, egy igazi istenfélő embernek a, a, követelményei. Na most ez kiinduló pont. Ahhoz, hogy az emberiség ezt teljesíteni tudja, ahhoz egyrészt arra lenne szükség, hogy vissza tudjunk térni az univerzális erkölcsöz, aminek ez a két arany szabálya kiinduló pontja. A másik pedig az a feltétel, hogy ne legyen lehetőség egyes embereknek, akár fegyveres erőszakkal, akár pénzügyi technikákkal sok-sok más ember munkáját elvenni, és a saját magára, a saját maga számára kisajátítani. Vagyis új tulajdonviszonyokra van szükség, amely a tulajdont a személyes teljesítményhez köti. Na most ezt azért van így, mert ugyanis egy ember egyedül egy élete során egyedül egy gombostűt nem tud előállítani. Ha pedig ez így van, akkor miért tudna, Miért lehetne akár egy tengeralattjárónak vagy egy repülőgépnek, vagy egy rakétának a... Nem tudja előtte. Ez Sok ember, sok nemzedék munkájának az eredménye. Arról már nem is beszéljünk, hogy a Földet, például a termőföldet, milyen alapon üzletel vele. Hát nem tudja a Földet előállítani. Hát a Föld, a naprendszer, a tejutrendszer egyáltalán, az, az univerzum, az az emberiségnek a közös öröksége. Vagyis nem lehet kisajátítani. Tehát olyan új tulajdonrendszere van szükség, ahol egy emberé csak az lehet, amit ő a saját életében, a saját teljesítményével előállított. Amit nagyon fontosnak tartok elmondani, ez a következő. Látjuk, ahhoz, hogy ez a jellegi rendszer megváltozzon, a törvényeket kell felülírni. A törvények jelenleg azoknak a kezében vannak, akik ezeket a törvényeket erőből, pénzhatalmiságból, Meghozták. Amiről János beszél, azok az univerzális és természetadta törvények, amihez vissza kell térni az emberiségnek. A Földanya tisztelete, a másik ember tisztelete, amiben nincs, nincs, nincs sárga csekk, és nincsen uzsorakama. Na most, hogyha ez békés, módon, olyan módon, hogy az emberek tudatszintje emelkedik, és ezt belátják, és kilépnek a rendszerből, és ezáltal teszik lehetetlenné ezt az egész bank oligarchia működését, akkor van egyetlen módunk a békés átmenetre. Ha ezt nem tudjuk megtenni, hanem ugyanúgy az érzelmeink meg a gyűlöleteink vezérelnek minket, akkor ugyanúgy a fegyver két oldalán állunk, és ott óriási veszteségek lesznek, és ugyanonnan az alapkőtől indulunk el aminek ugyanúgy bankok lesznek a vezérlői, szabályzói. Ha ezt nem fedezzük föl itt és most, akkor nincs menekvés arra, hogy az emberiség túlélsz a jellegi állapotot. Ebben egyetértünk? Teljesen egyetértek, és miután ugye a, a, a zsidóság problématikája volt ennek a beszélgetésnek a tárgya, ez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy valóban ennek a világnék különböző időkben különböző országokban valóban nagyon sok megpróbáltatáson szenvedésen kellett keresztül mennie. és amikor arra hivatkoznak hogy hogy bizonyos tevékenységeket rájuk volt kényszerítve hogy elkövessenek akkor igazat mondanak egy dologban nem mondanak igazat amikor azt állítják, hogy az uzsoráskodás is rájuk volt, volt kényszerítve. Nem. Az uzsoráskodás, hogy, 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 hogy eladósítsák az embereket, hogy kamatot sajtóljanak ki tőlük, azt, azt nem a vendégfogadó ország uralkodói vagy népei kényszerítették a zsidókra. Azt ők maguktól elkezdték csinálni. Következésképp, következésképp, annak is lenne egy nagyon is időszerűsége, hogy a zsidóság ámblok gyakoroljon önkritikát, hogy ő is, ő is részese annak, hogy az ő történelmi sorsa miért alakult úgy, ahogy alakult. És ezért alakult így a történelme. De önkritikát nem gyakorolnak. Ne, ne, ne. A szervezett zsidóság nem hajlandó önkritikát gyakorolni, az egy más dolog, hogy bizonyos lelkismeretes, értelmiségiek, közéleti személyiségek, tudósok, akiket egyébként úgy neveznek, hogy shit Jews, vagyis self, es, h, hating, Israel, threatening. Egybe olvasva, shit. De itt a, a shit nem azt a shitet jelenti, csak így rövidítik. Tehát a shit Jews, vagyis a self-hating Israel threatening Jews, azok ezt meg is mondják, de azokat kiközösítik, mm. azokat nem fogadják el. Tehát azért igenis, mindig, amikor valami probléma merül fel egy országban, és és itt azt is meg kell mondani, hogy amikor állandóan valaki megkapja, hogy hogy antiszemita, akkor tudnia kell, hogy mivel a, 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 a zsidó közösségek állandóan ki vannak téve az asszimilációs nyomásnak. Az asszimilációs nyomást úgy tudják a zsidó közösségek a saját érdekükben visszaverni, ha van antiszemitizmus. És ezért érdekeltek abban, hogy legyen antiszemitizmus, mert az antiszemitizmus, az antiszemita nyomás, elősegíti a zsidó közösségek megerősítését. Ezért nem véletlen, hogy Magyarországon ö, 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 annyira közismert az a egyébként zsidó vicc, hogy, hogy van-e Magyarországon antiszemitizmus? Hát nincs, de szükség, az, igény az lenne rá. Ezért van igény, mert az antiszemitizmus az közösségformáló erő. És különösen olyan időkben közösség formáló erő, amikor már a vallás nem tartja össze a zsidó közösségeket. A a, 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 múlt közösség, a hagyomány közösség, a talmud se tartja össze. Nem az üldözés. Ha... Hát igen, de ez, de ez az üldözés, ez az üldözés, ez olyan dolog, mert mi az antiszemitizmus? Az antiszemitizmus az, amit, amit a szervezett zsidóság képviselői kineveznek antiszemitizmusnak. Hmm. Hát erre, 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 erre szól az a, az a mondás, hogyha, hogyha el, el, elővölti magát a, a, a tigris, akkor, akkor a többi állat megszólal, hogy ez, ez, ez már antiszemitizmus. Az emberiségnek igenis van esélye, hogy ezt a mostani világméretű holokauszt, ez nem csak a zsidóságra vonatkozik, az a, az óriási botrány, ami most készülődik, fortyog a fazékba is ki fog borulni, mert ennyi ember nyomora nem éltethet egy, egy maroknyi közösséget a világon, ez, ez, nem tartható tovább, ezt tudjuk. És én erre mondtam a megoldás, hogy, hogy egyrészt a zsidóság is fogja föl, hogy a kiválasztott nép, és felül kell emelkednie ezen a fajta tulajdonságán a, az uzsorás képességén, ahogy te fogalmaztál tulajdonképpen. Mert én a békés megoldást szeretném. Tehát... A, a zsidóságon belül a, a fundamentalista, tehát a, fő, főleg ortodoxia keretében van egy olyan, hogy térjünk vissza az, hogy a zsidó nép erkölcsileg kiválasztott nép, hogy az Isten és az emberiség között magára vállalva egy nagyobb terhet, egy nagyobb erkölcsi követelményrendszert a közvetítő legyen. De már rég nem így tekintik magukat kiválasztottnak, hanem úgy tekintik magukat kiválasztottnak, hogy őnekik lényegében ö, 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 jár É, ugye az ígéret földje, de az ígéret földje az, az nem Palesztina, sőt nem is Erec Izrael, a nagy Izrael egy a Tigris és Eufrát teszik, hanem valójában az egész föld jelenti. És nekik az egész földön jár egy ilyen é, é, kiválasztott népnek járó szerep, és ezt egyesek ki is mondják, mert hogy más nem mondjak, itt van ő, Ovadia József Izraelnek a, 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 korábbi ortodox főrabbi, a Szefárt Fő rabia, aki ugye kimondta, hogy, hogy a, 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 nem zsidóknak, a gólyoknak tulajdonképpen azért kell csak élniük, az, az ad jogot nekik az élethez, hogy a zsidóságot kiszolgálják. És ő ezt így el is mondta, és Elsősorban az ADL, az Anti-Defamation League vezetője volt az, aki tiltakozott emiatt. Mert ez egyértelműen egy olyan kijelentés, amely, amely sérti a, a nem zsidó embereknek a, 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 az önérzetét. Ha én megnézem a, az etióp zsidóságot, aki ugyanolyan zsidó, mint az izraeli zsidó, tehát zsidónak vallja magát, ugyanakkor a Izrael irányából ugyanolyan kirekesztett zsidónak került. Tehát a zsidón belül is a, a zsidók megosztottsága, én nem gondolom, hogy az etióbb zsidót egyenrangúnak tartja magával a másik zsidó, mert, mert a kijelentességből nem ez adódik. Tehát én ezért gondolom csak, hogy, 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 hogy nekem rengeteg zsidó barátom van. Lególyoznak, jót röhögünk rajta, ha, ha engem agyilag át tud verni, akkor ügyes, de általában mindig a zsidókért tőlem tanácsot. De csak azért mondom el, mert én nem érzem ezt a kiszolgáltatottságomat. Tudod? Soha én azt mondom, hogy, hogy magyarként van annyi eszem, mint egy zsidóna. Tudod, lehetőségem valószínűleg nem volt annyi, mert nem onnan ugrottam el, ahonnan ő elugrott. De én még mindig látom a békés... Igen, de ők a kollektív ésszel működnek, mert ugyanis azok a különböző zsidó vallási és nem vallási zsidó közösségek, ahol ők szoros közösségi életet élnek, ott egymást a, 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 a közös tudás előnyeivel tudják segíteni, a, a közös információ Nekünk nincs meg tudják, a Tehát ezt úgy mondják angolul, úgy mondják, hogy they are very good in networking. Tehát nagyon jól tudják, a, a különböző hálózataikat működtetni, és szinte minden döntési központhoz elérnek. Ez piros ezt, ezt te nem tudod. Ez, ezt te nem tudod kompenzálni. Azért, mert a saját... Nézd meg, hogy a külföldön rengeteg magyar kapcsolatot, azok nem így vannak, hanem így vannak. De ez a nem a zsidóság hát, hibája. Hát épp az, és ugye akkor, amikor én a, a Kiválasztottak című könyvem ismertetésénél elmertem mondani azt, hogy a zsidóságtól rengeteget lehet tanulni. Például ezt, hogy hogyan kell közösséget építeni, Álva hogyan az kell az a fél. közösségbe segíteni egymást, hogy hogyan kell például a gyerekeinket iskoláztatni, és itt, és itt, Ne az uzsoráskodást tanuljuk el. Nem azt mondtam, hogy tanuld el az uzsoráskodást. Nem el kell tanulni mindazt, amit jól csinálnak, és ami nagyon segítette a zsidó népnek a, 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 túlélését, a fennmaradását, és valójában az összes szenvedéseik dacára a zsidó nép története nem a szenvedés történet. Ez a történet végül is a sikereknek a története, mert végül is ez a nép, ez a világnép, ez különböző szervezetei kapcsolatrendszere és elsősorban a pénzrendszer segítségével megszerezte valójában a világ feletti hegemóniát. Igen, csak közben belepusztul a világ. Tehát a rák az ugyanolyan, hogy ő, ő borzasztó, sokkal tehetségesebb, mint egy hagyományos sejt a testben. Sokkal gyorsabban osztódik, összefog, hálózatot épít, átiteket készít. És amikor a rák elfoglalta az egész testet, győztünk, mi vagyunk a kiválasztott sejt ebbe a testben, akkor pusztul az egész világ. Így van. Na, ezt, a, ezt a dolgot kéne az uzsorás logikának fölfogni, hogy lehet, hogy zseniális rák vagyok, egy parazita vagyok, a, már bocsánat, most a, a goly szólt vissza, mert ő valóban zseniálisan megcsinálta ezt, az egész testet, a völdet elfoglalta, de közben együtt döglünk bele, mert a zsidó ugyanúgy beledöglik, mint én. Én egy gondolatot szeretnék csak hogy amikor föl vagyunk háborodva a Benes dekrétumra, és most ugye mert egy kollektív népet büntetnek, és ránk mondanak ki bizonyos dolgokat, amikor mi kinyilatkozzuk, hogy cigányság vagy zsidóság, nem ugyanezt tesszük. Tehát mindig szeparálni kell, ahogy te is látod, hogy a zsidóságon belül is teljesen másképp gondolkodók léteznek már, akik nem ezt a parazita elvet vállalják, hogy a kis gömböcsként felfejik a világot, mert, mert minden az övékig közben elpusztulna. Ha nem a terrorizmusba, akkor abban, hogy tönkretetszik a földet. Igen, na, de visszatérve a magyar relációba, itt az a probléma, hogy ha mi elkezdenénk utánozni azt, hogy hogy ahogy a, például a Magyarországon élő zsidóság megszervezte magát elkülönült, a, visszatért a saját hagyományaihoz, annak a elsőbséget, ha ugyanezt a magyar meg akarja, az Akkor rasszizmus, az antiszemitizmus, az nacionalizmus, az sovinizmus, vagyis tulajdonképpen, amit magánál magánál minden eszközzel elősegít, azt a másiknál e, e, óriási tűzzel támadja, a, ő meg lehet szervezve, Magyarországon például izraeli e, e, vállalatoknak lehetnek több mint százezer fegyverre rendelkező őrzővédő alkalmazottai, ami, amit föl lehet fogni egy magánhadseregnek, de a magyarok nem tarthatnak olyan magyar közösségi életet, nemzettudatot ápoló olyan ö, magyar gárdát, amelyik, amelyiknek a veszélyessége abban áll, hogy népitáncos ruhába öltöznek, bakancs van rájuk, és baljobb fegyverük nincs, soha semmit nem követtek el, és ez mégis ki van tiltva, ki van nevezve, hogy ez sérti az állam fegyveres monopólimát, ugyanakkor, a... ugyanakkor pedig a, 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 a magántulajdonú izraeli cégek alkalmazásában álló több mint százezer fegyveres őrzővédő, az nem, az nem sérti a magyar állam fegyveres monopólimát. Az, Ma... az európai Rendőrség Tehát itt arról van szó, van hogy mivel, a, mivel, mivel a Magyarországon élő zsidó közösségek nem tudnak magyará venni, nem is akarnak, mert akkor megszűnnek zsidók lenni. Nekik el kell különülni, ugyanakkor pedig, mivel, mivel hegemóniájuk van a gazdaságban, a pénzben, a kultúrában, a tömegtájékoztatásban, a, a, a nemzetközi kapcsolatokban, ezért igényt tartanak az ország irányítására, és hogy, és hogy mint kisebbség, ez nem járna nekik. Ezért a többséget fel akarják mozsolni, ne legyen magyar nemzet, hanem legyenek különböző multikulturális mozaikok, Hozz meg és ebben rülfőd. a multikulturális mozaikban az egyik mozaik a zsidó mozaik. Vagyis tulajdonképpen a, verik szét a magyar nemzeti összetartozást, közösségeket, Vesz, ver, tehát megsemmisítik a magyar nemzettudatot azért, hogy ők nekik ne kelljen asszimilálódni, és megmaradhassanak ö, ö, több ezer éves zsidó hagyományaikhoz. Ez rendben van, de. Itt az nincs rendszerben, hogy amit a magok számára teljesen normálisnak tartanak, a gazda, azt megtagadják a attól a, attól, a, attól az országnak és annak a népétől, amely, amely őket befogadta, és amely lényegében eltartja őket, mert azért a, 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 a zsidóság lényegéhez tartozik, hogy olyan munkából érjen, hogy hogy, hogy például, például, tehát, például a pénzügyek, de hmm. az nem véletlen, mert ha most is ugye megvizsgálnánk azt, hogy, hogy az a magyar nemzeti vagyon, amiből 242 milliárd dollárt kivittek, ugye amit a Tax Justice Network Mutatott ki, és és ugye a, a John Christensen, meg a James Henry, meg a többiek, ezek offshore bankárok. Magyarországról az elmúlt 25 évben kivittek 242 milliárd dollárt. Ez a két és félszerese a magyar Öztermelis. a adósságnak. A magyar adósság két és félszerese, ezt kivitték az országból. Na most, hogyha meg, ha sikerülne megnézni pontosan, hogy hogy kikhez került ez a vagyon, hogyan vitték ki, hová vitték ki, és végül kikhez került, már most csak elméletileg következtethetünk, mert tudjuk azt, hogy az offshore-ba kiment, világszinten kiment 21 trillió dollár, ugye? Egy trillió azt most ezer milliárdot jelent, hogy félreértés ne legyen. Ebből Magyarországra esik Európában a legnagyobb összeg, 242 milliárd dollár. És ez az elmúlt 25 évben történt, a 80-as évektől. Milyen pénzek? Kik vitték ki? Hová tették? Ezek a fő kérdések, mert ugyanis ha ez a 242 milliárd dollárt nem viszik ki, vagy, vagy legalább itt leadozzák, az körülbelül 100 milliárd dollárt jelentett volna, akkor az ország nem ott lenne. És a problémát az okozza, hogy mivel tudjuk, mivel tudjuk, hogy a 43 ezer transnacionális cégnek 147 banka tulajdonosa, ha a, a, a keresztül megyünk a, a keresztbe kasul a, a jogi személy dzsungeleken, akkor kikötünk 100 de... És ha az, tovább megyünk, akkor kikötünk 300 szupergazdag bankár dinasztiánál, amelyeknek a csúcsa, a legfelső csúcsa természetesen a Rothschild ház, ugye a maga körülbelül 400 trillió fel nem osztott családi vagyonával, akkor mégiscsak ott kötünk ki, hogy valahol a világzsidóságnak egy elágazása, egy része, amely már bizonyos fokig alapvetően szembe került a nép egészségvel, de de azért gondoskodik arról, hogy mindenféle kedvezményeket szerezzen számára, például létrehozott számára egy államot, abszolút eltartatja ezt, a, ezt az államot az Egyesült Államokkal. Meg a világgal. Ugye? De Tehát azért itt arról van szó, hogy különbözik is ez a pénzhatalmi világ itt a néptől meg azonos is vele. Na most ugye azt a részét elfogadom, amit mondasz, hogy ezek a néptömegek ingyen pénzt kapnak, hát a magyar is elfogadná, hogyha öntenék rá a milliárdokat. De igen elvittek 200 milliárdot. Azt én tudom, én milliárdot. most a zsidóságnak az, arról a részéről beszélek, aki aktívan is tevékenyen nem vesz részt a, a, a világ kifosztásában, de ugyanúgy ő, ő az előnyeit, a javait élvezi. Menjünk vissza ehhez a logikához, amit az előbb a, a test és a rák kapcsolatával kifejtettünk, hogy ez a zsidóság nagyon okos nép, azért ezt ismerjük el ő nem látja most, hogy most végre nyert minden az övé, hogy beledöglik ebbe a világ. Mi az ő koncepciója? Azt mondtad az előbb, hogy csak annyi ember kell, amennyi őket ki tudja szolgálni, és a többi emberre nincsen szükség. Így van? És akkor, akkor ez, ez az emberiség sorsa, vagy, vagy mi, mi az ő hát mi az erre, a koncepció? Hát ő? erre ki vannak? Hát a koncepciókat honnan lehet tudni? Hát például, például ö, 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 a, a csendes háború néma fegyvere, egy, egy, egy ilyen dokumentum, ami előkerült, vagy egy másik, a Report from the Iron Mountain, tehát egy jelentés Iron Mountain, Iron Mountain az a hölgyemajtán egy hegynek a neve, ahol egy kutatóintézet van, meg West Point van a közelében, a híres amerikai katonai és más dokumentumok, tehát most nem akarok a Cion bölcsei, mert arról így, meg úgy, meg amúgy az hamisítvány, így úgy hagyjuk, de ezek, ne, ezek igaz dokumentumok. Ezekben pontosan le van írva, hogy arról van szó, hogy nincs, nincs szüksége a világnak 7 milliárd ember, a fele is elég, vagy még kevesebb is elég. Mert, mert, mert ennyi ember a Földön, legalábbis ilyen formában, hogy most él, ilyen pazaroló formában, mert a, a pazarlást a, a rákényszerített rá kényszer növekedés okozza, azt viszont a kamatmechanizmus okozza, mert a kamatmechanizmus miatt ugye a pénzrendszer kényszeríti a realgazdaságot, hogy állandóan úgy növekedjen, hogy elpusztítja a pótolhatatlan természeti erőforrásokat, a, a, a foszilis e, 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 energiahordozókat. Következésképp pusztul a világ, pusztul a környezet, Azért, mert a pénzrendszer valóban rákos módjára növekedik, mert igen, mert a Föld ez egy zárt rendszer, és a pénzrendszer egy alrendszer, és a pénzrendszer az bizony körülbelül négyszeres, ötszörös tempóban növekszik, mint amire a reálgazdaság növekedése képes. Tehát, tehát lényegében egy, egy, egy zárt Rendszerben, ha egy alrendszer így, ilyen tempóban növeg, akkor szétesik az a rendszer. Tehát, tehát, tehát világos, hogy ezt tartad, ezt ők is tudják, de azt mondják, hogy, hogy valamilyen módon a, a, az emberiség, és van nekik a klasszikus ezen nagyon, hát a legutóbbi Bilderberg tanácskozáson is ez volt a kérdés, hogy, hogy használják-e a klasszikus eszközt, a világháborút, ami eddig bevált. De itt az a probléma, hogy most, amikor ugye a nukleáris fegyverek miatt egy háborút nem lehet már nukleáris fegyverek bevetésének a veszélye nélkül megkockáztatni, tehát nem lehet már arra számítani, hogy itt lesz egy, egy egy totális háború, amiben nem fogják a, a, a nukleáris fegyvereket bevetni, ami azt jelenti, hogy akkor legalábbis a, a, az északi féltek az lakhatatlaná válik. Tehát ezt, ezt nem akarják, tehát ezért preferálják, és ez le van írva, hogy olyan módon ő, 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 írtsák ki Oltásuk a fölöslegeset. Oltásokkal, élelmiszerrel, Úgy kell, hogy, hogy ne menjen tönkre a világ, Mm -hmm. sőt, sőt, az infrastruktúra megbaradjon, csak a fölösleges és százmilliók tűnjenek el. Ez a chemtrail. Ugye az előbb beszélted, hogy a repülőtereinket nem tudjuk, hogy használják, hogy minden nap a vegyi fegyvereket szólják, amiben pusztulnak bele az emberek. Hát folyamatosan pusztulnak. Na és, és, miért van az, hogy, hogy, hogy erről mi nem tudunk semmit? Hmm. Hát én, én, én többször elnéztem, voltam, mit tudom én, pomázom, meg különböző helyeken, ahol, ahol egyik pillanatban még tiszta az ég, utána Aztán meg permeti, tele van, permeti. és senki nem tud, mikor kérdeztem, legalább tíz embert megkérdeztem, hogy ez mi, senki nem tudja. kéne olvasni a leleplező című újságot, a harmadik számban a Kempréről van egy kis cikk, tudom, mert te is bele. Pontosan azt mondja, hogy ezt. Uh, igazából úgy oldják meg, hogy ENSZ-fennhatósága alá teszik, és onnantól fogva nem kell a magyar kormányt megkérni, hogy ezekkel a, a vegyi fegyverekkel, a vegyi gyilkolásokkal folyamatosan szólják. Nézzük a vetőmagokat, a génmanipulálásokat, ezeket mind tudjuk. Uh, fölteszem a kérdést, uh, mi a megoldás? Itt van egy kis közösség, aki tudatossá vált. Rájön, rengeteget segítettél te ebben, a könyveiddel, a beszédeiddel, óriási dolgot. Az emberek szemét felnyitottad, nem a hülyeségben élnek. Uh, ha sárgát választunk, akkor is valamilyen módon az oligarchiai iránytőket, ha pirosat választunk, akkor ha fehéret, akkor mi a megoldás? Választásokkal lehet ezen módosítani? Ilyen. Minden esetben, minden, a kezükben van a, a, a tömegtájékoztatás, a bankvilág, a gazdaság, a parlamentnek minden politikusa, ha akarják, így lóbálják az ujjaikkal mi a megoldás, mit tehetek én otthon, Marinéni Józsi bácsi, akkor rájöttem, hogy mit csinál a bankrendszer velem, nem bírom kifizetni az adósságomat, éheznek az unokáim, gyerekeim, nincs jövőképük. Én már érzem, hogy a rák megölte a testet, agonizálunk együtt a rákkal, bár a rák azt hisz, hogy még ő mindent magába gyűrhet, de ez szemben a társadalom már érzi az utolsó napjait, nem mehet tovább. Mi a te megoldásod ebben a pillanatban? Na most, Ugye arról van szó, hogy a fennálló, renden, a fennálló jogrenden belül akarok változásokat, vagy pedig a fennálló jogrenddel frontálisan szembe méve, azzal szembeszállva, abból kilépve akarok változást. Nincs jogrend, csak jogszolgáltatás van. Nem, hát azért az Európai Unió, az egy európai szabályrendszert is jelent, európai jogrendet jelent. Na most, ha én ezen belül akarok változásokat, akkor is lehet, ugye ezt, ezt, ezt úgy szokták kifejezni, hogy, hogy, hogy establishment vagy anti-establishment változtatásba gondolkodok. Hogyha a fennálló renden, az establishmenten, a fennálló renden belül akarok, akkor természetesen sokkal kisebb a, a, a mozgástér, és sokkal kisebb erő is elég ahhoz, hogy bizonyos nem stratégiai jellegű, vagyis nem oki jellegű, hanem csak tüneti kezelést adjak a betegségre. Vagyis tüneti, a tüneteket tudom a fennálló jogrenden belül is Ez a kemoterápia és a sugárkezelés. De a, a, bak, a bajnak a valódi okát, az csak akkor tudom kezelni, ha elszállom magam az anti-establishment politikára, Magyarul. Vagyis kilépek ebből a rendszerből, amit azzal kell kezdeni, hogy azt az adósságot, amit soha nem lehet visszafizetni, mert a magyar, a magyar eladósodás, beleértve az emberek, a vállalatok és az állam eladósodását, soha, semmikor visszafizetni nem lehet. Azzal kell kezdeni, hogy ezt megtagadjuk. 76 szó hallottam Rábik Jánostól ezt. Ki az, aki ezt megtagadja, ha nincsen önszerveződés, mert az önszerveződő pártokat minden esetben ezek a, a, az erők diktálják és kötik össze. Persze. Hogy jön létre az önszerveződés? De, de, aki de, de azt ez nem, nem változtat, ez most objektív dolog, amiről beszélek. Ugye, Orbán Viktor a... idáig kiemeltük, nem merte meglépni ezt a dolgot. Egy éve arról beszélünk, az... hogy ő megléphette volna. Obj... Az, az, Orbán... meg. az Orbán Viktor az ugye az establishment vagyis a fennálló jogrenden belül tett olyan próbálkozásokat, amely, amelyért elképesztő rugásokat és fejbeveréseket kapott. De, de nem csinálta De, meg, de azért ő ezt megtette, megpróbálta, és még azt se lehet mondani, hogy bizonyos ered. De hát mondtam már, hogy ezek csak a tüneti kezelések. Az a valódi okokhoz csak akkor tudna hozzájutni, hogyha valamilyen okból neki Frontálisan kellene szembe menni ott van azzal műlőtte. az Európai Uniómal, amely, amely ennek az államok feletti cionista pénzhatalmi világelitnek a hatalmi intézménye. El, Másfél millió ember ott van vele szembe. Hallelujáznak, ezért nem neneztik Orbánt, mert látják, hogy mekkora tömeg van mögötte. Ugyanez a tömeg abban is segítette volna őt, ha ezt a féle kijelentést megteszi, amit elmondtál, hogy nem fizettem vissza az álmodóságot. Az összes drábi könyvet elolvasta belőled, Orbán Viktor, a beszédeit tőle tartja. Bocsánat, rengetegszer hallom, hát olvastam a könyvédet. O okos ember. Okos az, nyil, az De nem annyira okos, hogy azt de a feladatot, elég amit, okos, amit, elég okos. amit mi elég, rábíztunk. Elég okos. Azt kértük tőle, hogy ezt az országot vezesse ki ebből a dologból. Ezzel szemben óriási, csodálatos beszédeket mond, fantasztikus, politikus, de amit rábízott ez az ország, az a másfél mű ember, aki ott van és mögötte majd Viktorkánk megoldja, ezt nem oldotta meg. Figyelj, de ez, az, ez, ez, ez azért van, mert ő neki nagyon, tehát, hogy úgy mondjam, a rendelkezésére álló harci eszközök kevesek. Az egy más dolog, hogy amikor, amikor hogy úgy mondjam, véghelyzet van, akkor már ez nem számít. Van mert, a, mert, mert akkor, na, De most hadd mondjam el, bold, hogy, hogy, miért kell bejelenteni azt, hogy nem fizetünk. Azt azért kell bejelenteni, mert ez a, ez a nemzetek feletti cionista pénzhatalmi világelit, ez soha nem fogja azt mondani a magyaroknak, hogy ide hallgassatok magyarok. Ti már Hosszú évtizedek óta fizetitek rendesen, és miért nem, miért nem kértek már egy egy, 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 adósságát ütemezést, egy elengedést, egy, miért nem kért? Már alig várom, hogy kérjetek. A ilyen, soha nem lesz, ilyen soha nem lesz, hanem úgy kell elérni a, ennek a ki, soha ki nem fizethető adósságnak a, a, az eliminálását, hogy, hogy egyszerűen azt mondja a magyar nemzetnek, a magyar államnak a képviselője, nem fizetünk. Erre hatalmaztam föl. Na már Orbán most, de ennek bibliai alapja is megvan, mert a Bibliában is ne felejtjük el a 7 évet, és ne felejtjük el a 7 hét 7 évet, a jubileum évet, amikor minden adósságot el kellett engedni, amikor minden adós rabszolgát fel kellett szabadítani, amikor úgy kellett elengedni a felszabadított adósok, hogy vissza kellett adni a nyáját, és így tovább. Hol van ez a pénzhatalmi világelit? Ez is mutatja, hogy mennyire elszakadt a gyökereitől, ugye a, 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 a zsidó bibliától, mert ez ott van benne. Tudom, hogy hét évenként. Nem hajlandó, ne. a pápa, második János párról beszélek, próbálta ezt, hogy, 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 meggyőzi a pénzhatalmi világ elé, tehát a saját érdekei szempontjából is. János, ez, amit te mondasz, ez a halál. Mert ez, látjuk, hogy nyomás, ellennyomás, nyomás, ellennyomás. A kérdésem az volt, egy embernek kétharmados többsége van, magyar szív doboga a kebleiben. Másfél millió ember ott áll mögötte, ugye, mert az a gyengénk, hogy azért nem tudunk kilépni ebből a rendszerből, mert nincs meg az a szervezet tömegbázisunk, amiről te beszéltél neki egy történelmi kiugrási lehetősége van, ezt az Orbán Viktor nevet még száz év múlva is emlékeznének rá, hogy most megmeri ezt tenni, hogy azt mondja a bankoknak. De, de egyedül nem tudja megtenni. Ott van a másfél ember, ott áll vele szembe a parlamentben. Nem így értem az egyedült. Az úgy értem, hogy kellene hozzá mondjuk Lengyelország. Lengyelország elengedtet Na, az adósságát. Na jó, mert a lengyeleknek, akiknek más elitjük volt, vezető rétegük volt, azok három ütemben a teljes lengyel adósságot leíratták. Nem egyszer, egyszerre nem tudták elérni, de három etapban. És ők szóltak, és egy so, nem egyszer idejöttek és szóltak a magyaroknak, a, magyar, a mindenkori magyar kormánynak, hogy miért nem csináljátok azt, amit mi csináltunk. És egyik se csinálta, Egyébként egy, 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 egy nagy Pongrácz nevű kiváló nemzetközi pénzügyi szakértő ENSZ-ben, meg, meg, meg a világbanknál, meg a különböző helyeken dolgozott. Ő és hazajött, mert magyar emberről van szó, de, de, de nem álltak vele szoba, de tök könyvbe leírta, hogy milyen hazugságokat mondtak a mindenkori magyar kormányok, amikor ő előállt, mert az ő szakmája az volt, hogy hogyan kell az, a, az egyes eladósított államokat megszabadítani az adósságtól. Ez volt 30 évig ezt csináljata. nyugaton szerzett jogi diplomát, és, 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 és gazdas-közgazdász diplomát pedig a, 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 a London School of economics ban ami ennek a pénzhatalmi világelitnek az elit egyeteme. Na most... Nem hallgattak rá, nem 12 féle hazugságot mondtak neki. Amikor mindig sorról sorra hazugságokról bebizonyított a hazugság, akkor mondtak egy másikat. A lengyeleknek nem ilyen politikai vezető, és itt megint sajnos visszatérünk a zsidó kérdésre. Megint visszatérünk a, a zsidó kérdésre, mert ahhoz, hogy. hogy egy ilyen vezető rétege legyen Magyarországnak, ez egy olyan vezet, amelyik amely érzelmileg semmilyen közösséget nem érez a magyar nemzettel. Amelynek abszolút nem volt szempont az, hogy a magyar sorson változta és ki az, a, ki az a réteg, amely érz a pénzüzetkez, nem, tör, nem törődik a magyar nemzeti, azok kicsodák. Azok kicsodák a baljobbjelális, kozmopolita, komprádor, globalista Jaj, jó. emberek, azok kicsodák Magyarországon. Megint 76-szor hallottuk ezt, Dávid. Most a megoldást szeretnénk. Ha azt mondod, hogy a, a Lengyelországban a, a zsidóság részvitele gyengébb, mint Magyarországon, akkor ugye ez is egy kétséges gondolatot vett föl, mert ma is tudjuk, hogy azért a zsidóság aránya jóval magasabb Lengyelországban ma is. Mint Magyarországon? Én arról beszéltem, hogy, hogy a lengyel hűség, a lengyel, a, az államhoz való A hűség. lengyel politikai vezető réteg és, és a, a, a gazdasági technokrata réteg Jó. az lengyel volt. Azt mondod a kedves nézőnek, hogy Drábik János azt mondja, hogy nekem nincsen semmilyen törvény adta lehetőségem, mert a törvény az nem a nép kezében van, hanem ezek a korabolásokban, mit tudom, amikor szavakat használ, ezek eladták az összes lehetőségét. Hogy és és kivittek az országból 242 ja, milliárd dollár. Akkor mit adsz ennek az ország népének lehetőségét? Amikor nem működnek a törvények, akkor kezd lábra kelni a terrorizmus. Ez, amit szeretnénk elkerülni. Az a kérdésem hozzád. Milyen lehetőséget látsz arra, hogy ez a nép ebből a vacakból úgy kikerüljön, hogy a teljes politikai elitje, teljesen mindegy, hogy sárga, piros, fehér vagy akármi, már teljes egészében korraból állt azzal a bankarterrel, akit kiszolgál, mert látjuk, hogy minden nap milliárdok mennek ki az országból, ugyanakkor a népnek lassan ennél nincsen. Na most tudjuk jó, hogy, hogy Dózsa népét nem, 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 szabad ingerelni egy bizonyos határon túl. Én azt szeretném, milyen békés megoldás látsz, hogyha maga a tömegek még mindig egyfajta politikai elitnek, Orbán Viktornak hisznek, aki viszont nem hajlandó meglépni azt, amit ez a tömeg nyom rá, és meg kéne lépnie. Nem azt, hogy nem hajlandó, nem, nincs ereje hozzá. Figyelj ide, tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hátabánat, Ted, mi lennél, légy férfi, és a fű kini utána Júzsef, attól Jó, a József Jó, akkor figyelj, de most akkor é, é, hagyd kérdezzek én vissza. Kérdez. Hogyha Orbán Viktor azt mondaná, mert azért ő tudja, hogy mit kellene tenni. A, 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 a pénz kibocsátást pénzkibocsátást vissza kellene venni, vissza kellene venni állami hatáskörbe, állam, olyan, érte, olyan, értelemben, olyan értelemben, hogy de annak első, az első lépés, hogy hogy felmondom a, a, az adósságszolgálatot, azonnal, azonnal a, 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 nemzet, a, nemzetközi pénzügyi kapcsolatok azonnal nem csak, hogy részben befagynak, hanem 500 forintra ugrik a, a, a tehát 500 forint per euróra ugrik a, a, vagy 500 forint per dollárra. Rubel ott van a túloldalon, és mindig válaszol csak mondom, tehát az első lépés, hogy amit soha nem tudok kifizetni, nem fizetem ki. A második lépés az, hogy a magyar állam az adós levelek helyett, tehát államkötvények helyett, az adóbevétel fedezetére pénzbocsáson ki. A, harmadik, pénz a harmadik feladat, vagy legalább kettős pénzre, legyen olyan pénz is, például legyen, legyen, legyen államilag támogatott. Vír, amit fehér pénznek lehetne nevezni. Vír. Azért mondom ezt, mert Svájcban működik, sikeresen. És, és bocsánat, így... intermező az állami alkalmazottak, vírbe kapják a fizetésük 80%-át. Így, így motiválva akar, a, a Akkor a harmadik, amit hogy azonnal a bankoknak meg kellene tiltani, hogy ők pénzbocsássanak ki, vagyis, e, vagyis 100%-ra kellene emelni a banki tartalék rátát, ami ma 5%. Mm. Aztán, negyedikként, lehetetlené kellene tenni, hogy a bankok kamathoz jussanak úgy, hogy előbb a pénzt nem viszik a reálgazdaságba. Vagyis előbb menjen be a pénz a reálgazdaságba, ha a reálgazdaságban van többlettermék, akkor abból arányosan mi a bank az együtt sírunk, együtt nevetünk elve alapján, a bank is kapja valamit. És az ötödik, amit mondtam, új tulajdoni rendszerre van szükség. Azért, mert azt nehéz megcsinálni. Itt nem az a kérdés, hogy nehéz vagy nem nehéz. Az a kérdés, hogy szükség van rá vagy nincs? Szükség van rá. És ki mert, Na jó, de hát most erről van szó. Kinek van ereje az, hogy ezt megcsinálja? De most jelenleg egy kétharmadus többséggel rendelkező parlamentnek... De ez csak azt jelenti, hogy hogy neki ki kell lépni az Európai Unióból, vagyis az Európai Unió ha nem fogja elengedni, mert nem olyan, hogy hát görögországot se... Hát ugye mi, 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 miért engedjék el azt a, azt, a, azt, a, azt a birkát, amit állandóan nyírnak? hanem a legkülönfélebb, leggyalázatosabb szankciókkal fogják püfölni az országot. Tudom, mit mond erre Széchenyi? Minden ember annyit ér, amennyit tesz, és nem amennyit beszél. És elmentő az Európai Parlamentbe óriási nagy beszédeket, imádom a beszédeit, fantasztikusak. De neki ezt most van tömege, most van még egy morzsányi tömege, mert folyamatosan morzsolódnak le. Hiába van szíke. Na jó, felületem. mert azért, mert azért bocsánat. Akik lemorzsolódnak, azok azért van, mert nem tudják, hogy mi lenne a megoldás. hogy azt hidd, hogy azért morzsolodnak le, hogy ezt az öt dolgot, amit elmondtam, mert ez lenne a megoldás. Amiért lemorzsolodnak, az nem megoldás, hanem rosszabb, mint ami most van. Amit a bajnaiék ajánlnak, az rosszabb. De, de nem ezzel van bajom. Én ezt elfogadom, hogy rosszabbak. Rosszabb. Gyakorlatilag most megint van két évünk egy választásig. Két évet nem bír ki ez az ország. Na de kérlek, kérlek szépen, akkor hadd kérdezzek vissza. Te úgy gondolod? Hogy, hogy szembe lehet szállni frontálisan az Európai Unióval, hogy az nem lenne olyan, mint amikor tüzel a géppuska, és valaki úgy akarja a géppuskát elállítani, hogy hogy frontálisan megy. És jobb hát, az... nem, hát nem az a jobb, hogyha valamilyen módon hátulról kúszva valahogy meg, és elkapom a géppuskát? Ez az endbuttista válasz, amit te mondtál, hogy a... A víz nem elmossa a követ, hanem körbeöleli és körbe mossa. De ugyanakkor én azt mondom, hogy jelenleg most nem erről van szó, a géppuskával én nagyon hamar megoldom az életemet, és itt hagyom ezt az egészet. De ez a folyamatos folytogatás, amit folyamatosan érzünk, és napról napra nem kapunk levegőt, és én már hagyjam meg, bocsánat, te is hagyjál, de itt vannak az unokáink, gyerekeink, és az ő jövőjüket loptuk el, vagy engedtük ellopni 25 év alatt egy országból, ahol van ennyi pénzt lehetett kirabolni, amit de De kedves István, most játszunk el a gondolattal, Igen? hogy Orbán ezt fölvállalja, mert szerintem az Orbán ezeket tudja, amiről én beszélek. És, és szerintem a szíve mélyen nem is idegen tőle. De ha megtenné, mi történne az országgal? Azt történne, hogy vigyázó szemeteket Budapestre vessétek, Csatlakozna hozzánk ez az egész Közép-Európai Szövetség a lengyelekkel az élükön, az észtekkel föl, és egy, egy mozgalom beindulna, megint nem tudtunk valamit befejezni. Tehát a magyarországi ügyekre kihegyezve azért folytassuk ezt a gondolatmódot, hogy itt Magyarországon mit lehetne tenni, hogy valóban a hosszú fuldoklásból egy, egy radikális változás révén azért kilábaljon az ország. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a megkívánást.